abstrakt expresszionista festő vagyok. Az emberi lélek belső érzéseit próbálom valamilyen szinten a színekkel, mint érzelmi energiákkal bemutatni, ábrázolni. Nem szoktam komponálni a festményeket, tehát amikor történik a alkotás aktusa, mindig egy bensőséges állapotban vagyok. Híres amerikai magyar származású pszichológus úgy fogalmazta meg ezt az érzést, hogy egy flow állapot kialakul a festményekkel számomra egy nagyon intim viszony. Pák Imre úr, ismert munkácsi gyűjtő tulajdonában van festmény, amihez kötődöm. Nehezen is váltam meg tőlük, illetve Somló Antal úr tulajdonában is van egy festmény, attól is nehezen váltam meg, de muszáj megválni a festményektől. Barátom a Könnyű Attila elsősorban, nagyra becsülöm a művészetét. Évek óta kérdezgetnek, hogy mikor jutok el a kortárs művészethez. Hát most már eljutottam. 3 Attila képen van, nagyon büszke vagyok, nagyon szeretem, és nagyon nehezen adtam kölcsön. Megfogott a stílusa, a képeknek a dinamizmusa. Én még egy ilyen festővel nem találkoztam. Én nagyon lassan jutottam el a 21. század művészetéhez. Én valamikor 17. századbeli festőket gyűjtöttem, utána 18, utána 19, ott mondjuk Munkácsival meg is ragadtam. Most javában a 20. század első harmadából származó festményeket gyűjtöm, de utána rájöttem, hogy az Attilával én átugorhatok legalább 50-60 évet, és ez történt. A II. Világháború után nézett ki egy pillanatra úgy, amikor létrejött az Európai Iskola, hogy na most akkor föllélegzünk. De nem így történt. Végülis bekövetkezett egy olyan diktatúra, amelyik elsöpörte az Európai Iskolát, és az Európai Iskolának volt egy absztrakt ága, a Négy Világtáj Galéria, Könnyű Attila művészete ehhez az évekhez kapcsolódik. Anélkül, hogy olyan különösebben tudatosan vette volna föl ezt a vonalat, mégis rátalált egy olyan élő hagyományra, és meglehetősen érdekes, hogy nagyon magabiztosan talált rá. Tehát úgy, mintha itt Magyarországon az absztrakt expresszionista festészetnek egy nagy tradíciója lenne. Hát nagyon pontosan tudjuk, hogy nincs ilyen. De ő mégis olyan természetességgel csinálja ezeket a képeket, mintha minden utcasarkon ilyen típusú képekkel találkoznánk, vagy legalábbis ez egy bevett iskola lenne a magyar művészeten belül. Tudjuk, hogy nem így. Nekem az alkotás során, amikor festek, egy intim, meghitt állapotra van szükségem. Számtalanszor fordult elő, hogy nekiálltam, úgy gondoltam, hogy tudok festeni, be is öltöztem. Nem tudtam abba a meghitt belső állapotba kerülni, hogy tudjak festeni. De igazándiból nem is a kép értéke motivál, amikor eladom, persze fontos, inkább az, hogy kihez kerül a festmény. Számomra fontos, hogy értő emberhez jusson, és az is fontos, hogy mivel a festményeim érzelmi állapotokat tükröznek, hogy valamilyen szinten segítséget tudjak nyújtani a vásárlónak. Az absztrakt festményeknél mindenki azonosul a festménnyel, vagy tud azonosulni, vagy sem. És mindenki meg tudja találni a maga számára azt a festményt, amivel igazán tud azonosulni, sőt, tud számára erőt is nyújtani. Itt a 20. század különböző irányzatai után egy olyan képzőművészettel találkozunk,
ahol a színek önmagukért beszélnek, a formák önmagukért beszélnek, és egymással lépnek kapcsolatba, harmóniába vagy diszonanciába. Tehát minden egyes képet úgy nézhetünk, mint egy, úgy mondanám, egy érzelmi áradást. Tehát sokkal tisztában tudja az érzelmet megközelíteni, mint hogy egy figurális ábrázolás megterhelné. Ebben az esetben nem tudjuk az érzelmet közvetlenül átélni. Nehéz azt mondani, hogy ezt tanulni kell. Inkább azt mondanám, hogy nyitottnak kell lenni. Mert ha valaki tanulja, akkor rögtön izzadságszaga lesz. Sokkal egyszerűbb úgy nézni egy képet, mint a zenét hallgatna az ember. A zenétől se várja el a hallgató, hogy az ábrázoljon valamit. Itt is szintisztán a színek egymáshoz való viszonyát, konfliktusait, és egyáltalán azokat az elemi érzéseket, amiket a nézőből, kép szemlélőjéből fölhoz, ezeket kell átélni. Nagyon remélem, hogy ez a művészet megtalálja az útját a világunk kereskedelméhez, és méltóképpen tudja Magyarországot is reprezentálni.